Gratulálok az országos bajnoki címhez. Hallottam, hogy Kulcsár Győzőnek mondtad előtte, hogy első számú célod az a túlélés, nyilván a betegséged miatt. Ahogy így elnézlek, ez sikerült, és hát megvan az arany is. Milyen volt ez a csapatverseny? Valóban egy hosszú betegség után érkeztem ide a csapat bajnokságra. Éreztem azt asszorról-asszorról, hogy kevesebb az energiám, egyre kevesebb, de szerencsére lelkesítettek annyira a fiúk a jó vívásukkal és a fantasztikus akcióikkal, hogy én is oda kellett tegyem magam. De büszke vagyok arra, hogy most már nem is tudom, 6-szor, 7-szer lehetek csapatbajnok a Vasassal. Örülök annak, hogy most mind a hárman jól vívtunk, nem küzdködtünk, hanem simán győztünk. Természetesen sajnálom, hogy nem lehettem itt tegnap az egyéni bajnokságon. Ugyanakkor fontos volt az, hogy ne essek vissza a betegségbe, 3 napot nem bírtam volna végig versenyezni, úgyhogy örülök, hogy ezt a csapatot tudtam vállalni. Aranyat szereztünk, majd jövőre az egyénén is elindulok. Gondolom azt azért sejtettétek, hogy valószínűleg a gödörlő lesz az ellenfél. Azt, hogy ennyire sima lesz, azt is? Hát azt nem számítottuk rá, hogy ennyire sima lesz. Én úgy gondoltam, hogy ennél kicsit szorosabb mérkőzés lesz. Ennek ellenére én például nagyon jól vívtam, úgy érzem. Az áldozány egy kicsit gyengelkedett, de aztán nagyobb belejöttnek is. Tehát 2-5-1-et vagy 5-1-5-2-t csinált a végén. És ő is nagyon jól vívt, az ettele meg szintén rátett egy lapátra, így sikerült szerintem ilyen nagy különbséggel nyernünk. Nem volt akkor semmi megingás Áron betegsége ellenére sem? Nem érzem úgy. Az elején én voltam a fejező ember, hogy ő egy kicsit belendüljön a vívásba, és aztán egész jól belendült a végére, úgyhogy minden jó volt. Igen, egy kicsit aggódtunk Áron egészségügyi állapota miatt, illetve hát Ilias Nikolász is hiányzott ebből a csapatból, úgyhogy igen nagy érvágásnak néztünk elébe így a bajnokság előtt, egyéniben sem indult ugye Áron, de nagyon örültünk annak, hogy ide eljött, és rajta is az érződött, hogy szívvel lélekkel ott van a páston, és ez őt vitte előre. Tavaly megnyertük ezt a csapatversenyt, akkor volt ez a lehetőségem, hogy szerepeljek a csapatban. Idén több lehetőséget, több asszot kaptam, hogy bizonyíthassak. A tegnapi napon csupán a 6. helyig tudtam magamat bevívni. Sajnos az ujjam felszakadt, úgyhogy utána a kórházban is voltam, most is nagyon fájt az ujjam, de a csapatért mindent el akartam követni. Nem is maximálisan, de elégedett vagyok ezzel az évvel. Bízom abban, hogy jövőre ugyanilyen erősek tudunk maradni, ugyanúgy én is és a csapat is bent tudunk maradni az élmezőnybe, és gyűjtögetjük szépen az érmeket. Jövő évben nekem az a célom, hogy nemzetközi szinten világkupákon, Grand Prix világkupa versenyen is megmutassam azt, hogy mit tudok. Szeretnék főtáblán 3-4 fordulót azért tovább menni, esetleg egy dobogóra fölállni. Ez a célom, igyekszem ennek érdekében mindent megtenni. Egy VB8-am, ami azért elég jónak számít most már így átértékelve, és egy jó B első hely így a végére azért jó. Annak ellenére, hogy egyénében nem sikerült 4-be jutnom.